Egyik gyermekvédelmi intézményünk diákjai készültek köszöntővel. Ez az intézmény a Hungária Általános Iskola és Kollégium. Az ott élő tanulók szeretnének örömet szerezni önöknek. Nem tudom, hányan ismerik ezt az intézményt, azért hadd mondjak néhány szót róluk. A kispesti Vekerle telepen működő intézményt 50 évvel ezelőtt egy hetes otthonként hozta létre a főváros, és ez mind mai napig megtartotta alapvető feladatát, hátrányos helyzetű, gyakran sajátos nevelési igényű gyerekeknek biztosít korszerű oktatást és a 7-5 napján bentlakásos elhelyezkedést. Szeretném, ha önök is tudnák, hogy az otthon pedagógusai munkájának eredményeként nagyon sok gyerek és család menekülhetett meg attól a traumától, hogy a gyerekeket ki kelljen szakítani a családból, és állami gondoskodásba kerüljenek. A Hungáriában élő kisebb-nagyobb gyerekek, és az erre az alkalomra a műsorhoz csatlakozó nevelőszülői családban élő fiú, valamint az őket felkészítő Papp Zoltán Tibor kollega nagyon sok munkával, szeretettel készültek arra, hogy köszöntsék önöket, fogadják őket szeretettel. Nevelési és gyermekvédelmi intézmények képviselőit, az iskolákat fenntartó fővárosi önkormányzat igazgatóit, Demszky Gábor főpolgármester urat, a 2010. évi pedagógus napi műsorunkon, melyet a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyosztályhoz tartozó, 50 éve hetes otthonként működő Hungária Általános Iskola és Kollégium, valamint társintézményeit képviselő diákok és tanáraik állítottak össze és adnak elő. Előjáró beszéd Comenius könyvéből. Hogyha nem gyűjtesz ifjúkorodban, mit fogsz találni vénségeddel? Az tudatlanság ellen való orvosság, a tudomány, melyeket az óskolákban kell az elmékbe belé önteni, de így formán, hogy az igaz, tökéletes, világos és derék tudomány légyen. Igaz fog az lenni, hogyha sem nem tanítanak, sem nem tanulnak egyebet annál, ami ezen életre hasznos, hogy valaha ne légyen valakinek oka eképpen panaszkodni, hogy amit szükségesképpen tudnunk kellene,
azt nem tudjuk, mi valami szükséges, azt meg nem tanultuk. Tökéletes fog az lenni, hogyha megtanítatik az elme a bölcsességre, a nyelv az ékesen szólásra, s a kezek, ez világ életre tartozandó dolgok, serény véghez vitelére. Ez lészen a ma életnek sója és java tudni illik. Okoskodni, bölcselkedni, cselekedni, és szólni. Jössz te ide, gyermek! Tanulj okoskodni, bölcselkedni! Micsoda ez, bölcselkedni? Mindeneket, valamelyek szükségesek, igazán megérteni, igazán cselekedni, igazán kimondani. Kicsoda tanít meg engem erre? Én, Isten segítségével. Micsoda formán? Által viszlek téged mindeneken, megmutatok néked mindeneket, megnevezek te néked mindeneket. Íme, jelen vagyok, vezessen kegyelmed engemet Istennek nevében. Petőfi Sándor, jó tanító. Van bízott a sok rossz között? Van jó tanító is? Volt nekem sok rossz tanítom, volt nekem egy jó is. Meg is maradt a fejemben, úgy emlékszem rája, mintha vén kopasz fejével most is itten járna. Kopasz volt az Isten adta, nem tehetek róla. Vénlegény volt, ifjúsága régen elvitt róla. Elhervadtak virágai, ez maradt meg éppen, egy nagy bazsarózsa nyílott az orra hegyében. Talán minden reggel újra kivirult az orra, de nem csoda, mert gondosan táplálgatta borral. Olyan jó tanító volt ő, amilyen csak kellett. Esztendőn át asztal alatt hevertek a könyvek. Ha leckémből félbetűt sem tudtam felmondáskor, azzal vigasztatott, se baj, megtanulom máskor. Ki is mutattam iránt a jó szívűségemet, vittem neki ajándékot, mikor csak lehetett. Lelopkodtam sonkát, kolbász saját kéményből, ez volt ajándékom, s ő még meg is hitt vendégül. Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először kelts fel bennük az oldhatatlan vágyat a végtelen tenger iránt. A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg. A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása. Ismétlem, az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása. A középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, a nagyszerű tanár inspirál. Iskolai életképek. Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől? Energiát. Jellemezd a cáfát. Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni. Jellemezd az oroszlánt. Hangja vastag, kitörő, látása gonosz. Mit nevezünk aszálynak? Mikor kijönt egy tenger. Jellemezd a barátodat. A barátomra az a jellemző, hogy én vagyok a barátja. Azért ő a legjobb barátom, mert tud titkot tartani, és ő is szereti a focit. Jó szívű. Szeret csúfolodni és vitatkozni. Szeme szépen ragyog az égen. A kék szemem nem tudom kitörököltem, mert a családból mindenkinek kék a szeme.